250 kg kupakot gyűjtöttek össze a VNT munkatársai, Pintér Zalán gyógyulását támogatják. Tallós Pruházka Istvánra emlékeztek a Mosonmagyaróvári köztemetőben, 45 évvel ezelőtt halt meg a művész. Nyílt napot tartottak a Piarista gimnáziumban, angol, német és általános gimnáziumi osztályok indulnak. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Kupakgyűjtési akciót hirdetett a VNT Metal Hungary Kft. A versenyben a cég munkatársai vettek részt, akik 12 fős csapatokkal gyűjtötték a kupakokat. Az akció természetesen jó célt szolgált, ugyanis Pintér Zalán gyógyulását támogatja így a vállalat. A cég vezetői pedig ezúton is köszönik, hogy a munkavállalók egy emberként álltak a jó ügy mellé. Összegyűjtött kupakokat mérnek a VNT Metal Hungary Kft. Mosonmagyaróvári telephelyén. A vállalat ugyanis ezúttal a jó ügy mellé állt. A cég első alkalommal szervezett kupakgyűjtési akciót, amivel Pintér Zalán gyógykezelését támogatják. Internetes oldalakon lehet találni olyan rászoruló gyermekeket, akiknek szükségük van segítségre. Hogy miért őt választottuk ki, talán azért, mert mint HR-es kolléganőnknek itt többünknek is van gyermeke, és így ezért így szimpatikus volt a kisfiú nekünk. A kupakok gyűjtésére 12 fős csapatokat szerveztek, így a gyár munkavállalói közösen állhattak a jó ügy mellé. Nagy örömmel vettük, hogy ezt a HR csoportunk ezt így kezdeményezte. Mindenki lelkesen belevágta magát, beleadott mindent, és amint itt mögöttem látszik is, nagyon sok kupak összegyűlt. Kezdetek kezdetén lassan ment, de a végére egy egész nagy verseny alakult ki a részlegek között. A mérés után aztán a kupakokat autóba pakolták, majd elindultak Zalán lakhelyére, Győrasszonyfára. Győrasszonyfán aztán már Zalán családja fogadta a VNT munkatársait, majd a 255 kiló kupakot a családi ház udvarára is bepakolták. Zalánnál egy rossz indulatú szemdaganatos betegséget, a retinoblasztómát diagnosztizálták már 2,5 hónapos korában. Azóta folyamatos műtétekre jár, most egy svájci műtét kiadásait tudta támogatni a VNT a kupakgyűjtési akcióval. Halálának 45. évfordulója alkalmából emlékeztek meg Tallós Pruházka Istvánról a Magyaróvári temetőben. A felvidéki magyar festő, illusztrátor és író 1947-ben költözött az akkori Magyaróvárra, nem csak művészetével, hanem mecénási szerepvállalásával is nyomot hagyott a város életében. A Magyaróvári temetőben nyugszik Tallós Pruházka István, aki még katonaként került a városba az első világháború idején. Már ekkor is feltűnt rajz tehetségével. A somorjai születésű festő, író és illusztrátor 1947 és 1970 között tanított és alkotott Mosonmagyaróváron. Halálának 45. évfordulóján szülővárosa és Mosonmagyaróvár is megemlékezett a művészről. Ezt a személy azért is fontos lehet számunkra, mert Kapocs összeköti a határ két oldalán élő magyarságot, a szlovákiai csalóközi magyarságot, illetve a magyarországi magyarságot, és egy olyan személyen keresztül, akinek művészete egyaránt kötődik a csalóközhöz is, illetve a A rövid megemlékezés után sírjánál Mosonmagyaróvár és Somorjaváros is elhelyezte koszorúit. Ezt követően a városok képviselői átsétáltak ahhoz a házhoz, ahol Tallós Pruházka István lakott, és a falon lévő emléktábla alá szintén elhelyeztek egy-egy koszorút. Somorja történelmének is meghatározó művésze volt Tallós Pruházka István. A városvezetés úgy döntött, hogy halálának 45. évfordulóján egy kiállítást szervez az alkotásaiból. Ez adta az apropót ahhoz, hogy végül is város, illetve magánszemélyek kezdeményezésére próbáljunk egy olyan kiállítást összehozni, ami megpróbálja felölelni a somorjai, elsősorban somorjai tartózkodásához köthető életművét, és igazából magángyűjteményekből, illetve különböző forrásokból sikerült a képeket begyűjteni. Az előrejelzések szerint nagyon-nagyon komoly alkotások kerültek lényegében a kiállítás fókuszpontjába. A kiállítás november 29-én nyílik meg a Somorjai Kultúrházban, az alkotásokat pedig 2 héten át lehet majd megtekinteni.
A pályaválasztás előtt álló 7. és 8. osztályos tanulókat várták a piarista iskolában a múlt héten. A nyílt nap keretein belül a szülők és a diákok beszélgethettek a tanárokkal, és egy-egy tanítási órát is meghallgathattak. Szüleik kísérték el a piarista gimnáziumba azokat a diákokat, akik pályaválasztás előtt állnak. Németh Négyetvai Anna igazgatóhelyettes beszélt nekik a követelményekről, felvételi eljárásról és az induló osztályokról. A diákok 3 tagozat közül választhatnak majd. Angol nyelvi tagozat, német nyelvi tagozat és egy általános gimnázium. A nyelvi tagozatoknak az a különlegessége, hogy az alapóra szám mindkettőben 5 tanítási óra, plusz 2 tagozatos óra. Tehát aki angolra vagy németre jelentkezik, az 9-től végig 7 órában tanulja az idegen nyelvet. Az igazgató helyettes hozzátette, vallási hovatartozástól függetlenül minden diákot várnak az iskolába. Attól nem kell megijedni, hogy mi egyházi iskola vagyunk, mert gondolom a piarista név az már ismert a városban, és tudják, hogy egy szerzetes rend, a piarista tanítórend az iskolának a fenntartója. Mindenkit várunk, nem kell, hogy vallási múlttal rendelkezzen. Lényeg az, hogy elfogadja azokat az alapelveket, amiket mi vallunk. Nem csak a felvételi követelményeket, hanem a több száz éves iskolai épületet is megismerhették a pályaválasztás előtt álló fiatalok és szüleik. A tanárok kíséretében végigjárhatták a labirintus-szerű építményt, majd pedig különböző tanórákra is beülhettek. Ezután az iskolai életről, a különböző szakkörökről és a délutáni elfoglaltságokról is meséltek a piaristás diákok az érdeklődőknek. A 10. osztályos vagyok, és én nagyon szeretek ide járni, mert a tanárok és a diákok is nagyon megértőek és kedvesek mindenkivel, és iskolai tevékenységekből nagyon sok, vagyis hát nagyon nagy választék van. Lehet például énekkarra vagy színjátszóra is járni, de vannak különféle sporttevékenységek is itt, úgyhogy nagyon nagy a választék. A központi felvételi eredményes megírásával lehet bekerülni az iskolába, ezen kívül pedig a 7. évvégi és a 8. félévi eredmények is számítanak. Az iskola minden évben 2 nyílt napot szervez. A következőre, november 26-án, kedden várják az érdeklődőket. A Moson megye polgáraiért alapítvány idén is megrendezi a már 11. Győr-Moson-Sopron megyei nyugdíjas versmondó versenyt. A rendezvényt november 19-én, kedden délután 2 órától tartják a Fehérlók közösségi házban, amire várják a nyugdíjasok jelentkezését. A zsűri tagjai Faddi Horváth Pál, Szekeres Mária, valamint Vitéz Vilmos lesznek. A versennyel kapcsolatban érdeklődni a képernyő alján látható 96-217-338-as telefonszámon lehet. A rendezvényt a Moson-Magyaróvár és Térségen Nyugdíjas Egyesület és a Margaréta Nyugdíjas Klub támogatja. A szomszédos Halásziba látogatott a Krédó Busz Moson-Magyaróvár B csapata a 14. utolsó előtti fordulóban, ahol az egész mérkőzésen fölénybe játszva 5-1-es győzelmet aratott a rendkívül sportszerű vendéglátó csapat ellen, olvasható az MTE 1904 oldalán. Már a 3. percben egy szabadrúgásból előnyt tudtunk szerezni, Burkus révén, majd egy tipikus dombi gollal megdupláztuk az előnyünket. A félidő végén, egy szép támadás végén Csutora növelte 3 gólosra a különbséget. A második félidőben egy kicsit visszafogottabb játékot mutatott be a csapat, de így is sikerült még 2 gólt szereznünk, beállítva ezzel az 5-1-es végeredményt. Röviden a csütörtöki időjárásról. A nyugati ország részen felszakadozik a felhőzet, kisüthet a nap is, csapadékra nem kell számítani. Marad az élénk légmozgás, Moson-Magyaróváron és környékén 9 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Márkus Erika, Bezenye polgármestere, akivel Horváth Megyesi Kata beszélget. Ezután a Székely Konyha című főzőműsor következik. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!